Na szevasztok srácok, ez egy újabb Free Fire videó, viszont az elején szeretnék valamiről beszélni. Az egyik barátomnak kéne egy kis segítség. Kapott egy akuntot egy gyerektől, és a gyerek az visszakérte az akuntot, és a barátom olyan rendes volt, hogy oké, akkor azt mondta, hogy rendben, visszakapod az akuntodat, tehát visszaadta neki, és hát ajándékot nem illik visszakérni, mondtam is neki, hogy igazából minek adta vissza, na de mindegy, ő úgy volt vele, hogy oké, akkor visszaadja az akuntot, tehát most konkrétan akunt nélkül van, és egyébként a eredeti igazi akuntját odaadta egy gyereknek segítség nyújtásképpen, tehát még az igazi akuntját is odaadta ingyen egy gyereknek, és ugye kapott egy akuntot, viszont azt is visszakérték tőle. Tehát ugye, mint mondtam, most akunt nélkül van, úgyhogy ha van köztetek valaki, akinek van egy felesleges akuntja, és szeretne segíteni rajta, az most nyugodtan megteheti. Bevágom a képét a Facebook per Messenger elérhetőségét, és rá tudtok írni. Ha valaki például akuntot szeretne eladni, igazából a barátom, a haverom az pénzt is hajlandó lenne fizetni egy akuntért, tehát ha van itt köztetek valaki, aki éppen akuntot szeretne eladni, az most meg tudná csinálni, tehát még üzletelni is lehet, úgyhogy tényleg nyugodtan írjatok rá a haveromra. Tényleg ő nem olyan, hogy belopja az akuntot, hogy valami ilyesmi, 100%-ban megbízhattok benne, tehát nyugodtan lehetne írni, üzlettel is meg lehet keresni, illetve ugye, mint mondtam, úgy is meg lehet keresni, hogy szeretnétek neki teljesen ingyen akuntot odaadni. Úgyhogy remélem, hogy ezzel tudtam segíteni a haveromnak is, hogy találjon akuntot, vagy esetleg vegyen akuntot, meg nektek is, legalábbis azoknak, akik például éppen akuntot szeretnének eladni. Itt a lehetőség, most üzletet lehet kötni. Szerintem én el is indítok egy ranked meccset, és játszunk egyet. Jól halad a klán. Pénteken majd fogok játszani a tagokkal, mindenkivel. Megpróbálok, és akkor szerintem majd akkor érkezik valamiféle montázs videó is. Legutóbbi DT gyűjtésnél nem gyűlt össze elég videóanyag, már nem is sokan voltak fent, amikor épp én játszottam, úgyhogy akkor nem tudtam készíteni a tagokkal ilyen montázs videót, viszont majd most ezen a hétvégén megpróbálok. Közben megnézem, hogy van-e valaki, aki nagyon inaktív, aki még egy napja nem volt fent, olyat nem akarok kidobni, úgy látszik, hogy mindenki fent volt. Igen, és ha van hely, akkor mindig automatikusan veszem be az embereket, akik jelentkeztek, illetve ha több hely van, tehát mit tudom én, van épp 3-5 hely, akkor általában videókban is szoktam említeni, vagy kirakok róla egy posztot. Nem sokára meg lesz a level 63, csak sajnos az utóbbi napokban nem nagyon játszottam, úgyhogy nem nagyon tudtam haladni, viszont tényleg ezt a pár ezer XP-t meg lehetne csinálni pár nap alatt. Úgyhogy rajta vagyok az ügyön, srácok, az az igazság. Na nézzük! Ja igen, megcsináltam Hayatónak az avakenyét, szóval szerintem nagyon menő. Hát ennek is változott a képessége amúgy, mert amikor néztem róla ilyen videókat, ilyen képességet lehetett benyomni, aztán ilyen pajzs alakult ki Hayató körül. Most meg semmi gomb, semmi képesség, nem tudom, biztos. Szerintem az a helyzet, hogy összerakták a rendes Hayatónak a képességét, meg az avaken Hayatónak is. És akkor külön lehetett használni a képességét. Most meg szerintem egybe van amúgy, de igen, itt jelzi amúgy, hogy igen, hogy itt van mind a két képesség, tehát szerintem ez a helyzet, hogy egybe rakták. Na mindegy, merre menjünk, hát szerintem erre fele fogok menni. 3500, nem tudom mennyi ponton vagyok, de azért jó lenne plusz pontot kapni. Úgyhogy go. Itt eléggé szarul ugrottam ki, hogy őszinte legyek amúgy. Mi a szar? Nem nyomom a deszkát. Mi a fasz? Ne csinálja már velem ezt a játék.
Mindegy, majd futok. Szerintem Hayatónak vannak ilyen titkos képességei is amúgy, mert na, hogy odásak jó? Olyan, mint a Hayató gyorsabban futna amúgy, nézzétek meg, nincsen berakva Kelly vagy ilyesmi. És Kajak olyan, mint a Hayató gyorsabban futna, mint egy sima karakter, nézzétek meg, nem olyan? Figyeljétek, szerintem a Hayatónak van ilyen titkos képessége is amúgy. Az, hogy gyorsabban fut, meg valami még biztosan van. Ez a Hayató full menő amúgy. De ezen az akunton ezzel kezdtem, ezzel a karakterrel, szóval... Szóval jó. A régi veterán akuntomban pedig a Andrevvel kezdtem, a police karakterrel. Az fasza volt amúgy. Akkor még nem volt ilyen Alok, meg Ronaldo, meg ilyen hülyeségek amúgy. Hayató is nagyon veterán karakter. Veterános. Dos. Los Andres, nem tudom. Na, megérkeztünk Quarry-be. This is Quarry. Brutális a helyszín. Elkezdünk helyszínelni. MP40. Good. Hayató Avaken. Csű, srácok, micsoda skillek vannak itt. Nagyon élveztem megcsinálni a küldetéseket amúgy. Ezen is könnyítettek amúgy, mert amikor régen bejöttek ezek a avakenes izék, akkor sokkal nehezebb volt. Olyan küldetések voltak, hogy katonával kell embereket ölni. Azt nem ilyen tréningbe meg classquadba, hanem rendes rankedbe. Szóval eléggé hardcore volt. Hát Brazília közepe lesz a második kör. Mindegy, igazából még van idő itt lootolgatni, meg jó pofiskodni. Kettő lövetű. Hát nem tudom, én elviszem. Miért ne, srácok? Miért ne? Mondjuk lehet, ha találok rendes sotit, nagy sotit, azt elviszem amúgy. Mert én ilyen nagy sot is vagyok, azt nagyon szeretem. Meg Groza. Groza is jó lenne amúgy. Egyes veszt, jó. Jöhet, úgyse volt. Hát kettő fal. Nem tudom, hogy mit kéne venni az automatából, hogy nagyon őszinte legyek veletek. Ez az van bipod, nagyon fasza. Még egy fal, jó. Akkor lehet, hogy nem nagyon kéne már falat venni, de megnézem, hogy mit vegyek igazából, szóval nézzük. Ha mindegy, falat már nem is tudnék venni, akkor legyen egy hármas vest, illetve akkor egy régi soti. Mondjuk ahhoz kéne még stock is, de mindegy, én bevállalom így is. Stock nélkül nem nagyon szeretek nagy shotizni, de most bevállalom. Jó. A Scarom az már nagyjából fullos. Még egy silencer jó lenne rá, de hát az már túl nagy kívánság, nem srácok? Szerintem az. A spas az a legjobb fegyver volt. Csak viccelek amúgy. Hú, srácok, mi a helyzet veletek, írjátok le komment szekcióba, mert érdekel. Írjátok le, hogy mit tudom én, éppen most lett meg nektek a heroik, vagy éppen, nem tudom, néztek valami új sorozatot, vagy ilyesmi. Írjátok le kommentbe, mert érdekel. Én például most kezdtem el nézni egy nagyon fasz a sorozatot, az a címe neki, hogy 911 LA. Tehát, hogy Los Angeles. Igen, aki nézte a Lucifert, az már egyből levágja, hogy mi ez az LA, szóval nyilván a Los Angeles. Mi a szar? Mennyi fajta jó ég? Hát igen, a balló hozta, de azért ez eléggé durva, nem srácok? 7 falam van. Hát akkor nem kell nekünk venni a izéből, az automatából. Hát nekünk házhoz hozza a ballon, mit akartok? Silencer, mi a szar? Na jó. Ki vagyunk fullozva, srácok? Ki vagyunk pattintva? Na mindegy, folytatom, tehát ez a sorozat arról szól, hogy ugye a Los Angeles-i
ilyen, hogy mondják ezt, nem tudom. Ennek van valami szakneve, hogy izé, hogy állami munka, vagy hivatalos, nem tudom. Na mindegy, tehát, hogy a rendőrök, tűzoltók, meg mentősök, és akkor az ő életüket mutassa be, úgymond, Los Angelesben. Nyilvánvalóan nem annyira, tehát azért próbálnak sztorit belevinni, meg minden, de elvileg az esetek azok igazak, tehát az esetek, amiket bemutat, az mind megtörtént a valóságban. Aztán nyilván ilyen sztorikat még körbeírnak, hogy élvezetesebb legyen a sorozat, stb. Tényleg nagyon jó sorozat, igazából én ajánlom mindenkinek. És lehet, hogy elsőnek úgy vagytok vele, hogy átiteket nem érdekel, hogy izé, hogy jaj, most mit csinálnak a rendőrök, meg a tűzoltók, meg ilyenek, meg a mentősök, biztosan nem érdekes. De egyébként nagyon rá lehet függni, tényleg elkezditek nézni, megnéztek, hogy 20 részt egyszer körülbelül. Tényleg nagyon nehezen lehet abba hagyni, mert nagyon jó sorozat szerintem. És legalább kaphatunk betekintést, hogy megy a nem tudom. Ennek tényleg van valamilyen szak megnevezése, csak elfelejtettem. Tényleg nem tudom, hogy mi volt már. Ja, igen, mert van az a törvény, ugye, hogy hogy hivatalos személy elleni erőszak, vagy hivatalos személy ellen elkövetett erőszak. Na hát akkor csak jól mondtam, hogy hivatalos szervek, vagy nem tudom. Ez is hülyén hangzik, de valami ilyesmi. Na mindegy, tehát azoknak az embereknek így az életét bemutatja, úgymond, meg hát, ja, kaphatunk némi betekintést, és elvileg ugye igaz eseteket dolgoz fel a sorozatszóval, még igaz történet alapján is van. Úgyhogy, ja, ha valaki ismeri, írja le a kommentbe, meg ha valaki elkezdi nézni, az is írja le a véleményét róla, hogy akkor most jót mondtam-e, vagy nem. Ha nem, akkor ne kövezzetek meg, ha meg jót mondtam, akkor írjátok le a kommentbe, hogy ez az Drakó, köszi a sorozat ajánlást, nagyon fasza. Na mindegy, most már figyeljünk a játékra, mivel hát nem sokára jön az endgame, és még 0 killen van, és mindjárt top 10 lesz amúgy. Stockot még mindig nem találtam, de ha megölök valakit, akkor lehet, hogy tudunk tőle lopni. Tenem itt még nem láttam sehol, mert nem is lőttek. Aha, ott már van egy enemy. Hát nem tudom, elkezdem lőni. Igaz, hogy ilyen távolságból hülyeség, de egy headit kapott a srác, csak hát ez nem elég. Nézzük. Hát, ha kinéz. Nem akarom, hogy engem is oldalba szedjenek. Aha, kinézett, jó van. Nem jó. Mi a szar? Az mivel volt, srácok? Crossbow-val, vagy mivel? Lol. Aha. Valami crossbow féleséggel, csak lőnek oldalba is. Oldalból is lőnek, az meg valami crossbow-val lő szerintem. Ott van, jó, király. Hát nem tudom, a gyerek nagyon el volt tévedve, mert ahhoz nagyon nagy szerencse kell, meg a crossbow az nem is van hitel, vagy valami ilyesmi, szóval hülyeség volt szerintem. Aha, de honnan? Mi a szar? A gyerek meg valahonnan amarról lő, de hogy hol? Nem tudom, srácok. Nem tudom, hogy honnan lő ez a csávó. Mindig leszarom. Mennem kell, mert úgy meg fog enni az a kör, hogy nekem végem lesz. Mindegy, be van rakva ez a Ford képesség. Szóval nem parázok, srácok. Én nem félek amúgy. Itt a Ford képesség, tök mindegy, hogy jön itt a 20. kör, én nem fogok megdögleni. Arra már lövöldözések vannak. Átjövök ide, ez még benne van a körbe, és akkor megnézem az ablakból például, hogy mi a helyzet a mára. Jó, hát nem tudom, nem erre lesz a kör, szóval én itt jól vagyok egyelőre. Én itt jó vagyok egyelőre, szóval nekem nem kell majd sokat menni, de amarra volt egy enemy. Ott lövöldözések voltak. Jó. Ha erre van valaki,
Mi a szar? Nem látom, hogy itt van egy gyerek. Mi a fos? Á, így is levittem egy csomó HP-t, de azt se tudtam, hogy hova lövök, mert olyan hirtelen. Izé ugrott ki onnan a gyerek. Na mindegy, ez RIP top 10, jó van az. Na mindegy, ennyi lett volna ez a videó akkor. Ugye az elején volt szó arról a dologról, ugye, hogy a barátomnak tudtok segíteni, hogy esetleg akuntot oda tudtok neki adni, vagy valami. Ó, de jó, lehet itt izé pörgetni ilyen micsodával. Na, nagyon fasza. Ja nem, csak izéket lehet kinyitni. Ja nem, ki lehet nyitni az izét is, ezt a bundle-t. Na, akkor átmegyek majd a másik akuntomra, és akkor ott is fogok pörgetni, mert ott van egy csomó tiketem. Jó? Wow. És akkor ezekből mit tudok venni amúgy? Ezekből valamit ki tudok váltani, mondjuk nem kaptam valami sokat, de azért nézzük meg. Jó, nézzük. Aha. Ilyeneket lehet itt kiváltani. Ú, de jó lenne egy ilyen amúgy. Ezt nagyon adnám valamelyik szettet. Hát ez a baj, hogy ezért túl drága. Az MP5 sokkal drágább, mint ez a bundle. Az úgy mi? Rate of Fire 2. Jó, hogy ezért, hát eléggé OP, de szerintem nem ér meg annyit. És akkor még a másik akuntomba pörgetek akkor, mert itt van egy csomó ticket, amiatt nem csomó. Ezt nem mondanám, hogy csomó, de van pár. Nézzük. Van 9, jó, meg még veszek, venni fogok még. FF tokenért is, abból is van, azt hiszem elég sok, úgyhogy itt is pörgetek, hogy kapjak tokeneket. Ezt a chai bundle-t már kikaptam, amúgy nagyon jól néz ki szerintem. Jó, mindegy, nem adott ki egy darab ticketet se ez a fos game, úgyhogy veszek 4-et. Á, mindegy. Na mindegy, srácok, most már nem húzom az időt, 10-et pörgetek, kapjak ki nagyon OP bundle-öket. Például ezt, Magic Cube-ot akarok, meg ezt akarom kinyitni. Nézzük. Figyeljétek, srácok, óriási szerencsém lesz, legópébb cuccokat fogom kikapni. Hopp, 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 hopp. Jó, ezért örülök. Mindegy, ezért megérte, csak ezért a csaj skinért megérte, én azt mondom. Még van 3 pörgetésünk. Hát nem tudom, hogy ezeké megérte, mindegy. Nézzük. Úristen, ezért is megérte, ez az. 8-ból pedig megveszem még a cipőszkint is, hogy kerek legyen a mese. És nézzük meg, hogy néz ki ez a csajszkin. Hát én tudom, hogy nagyon faszán néz ki, de nézzük meg. Figyeljétek, srácok! Nagyon jól nézünk ki, srácok, én azt mondom, még valami fasza ilyen hajszkinünk, ha lenne. Nem tudom. Legyen például valamelyik, nem tudom, például ez. Á, nem, legyen ez, így né. És itt pedig, nem tudom, legyen például ez a kommandós bundle-ből, vagy legyen például ez. Na ezért már megérte, srácok, én azt mondom, nagyon jól nézünk ki. Na köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, srácok, megpróbálok minél gyorsabban elköszönni, szevasztok, srácok, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, csumi!